Sziasztok, köszöntelek benneteket. Ugye borult idő van, és kicsit hűvösebb, és gyorsan elővettem a permetezőmet. Aki követi az oldalamat, tudja, hogy én semmit nem permetezek, semmi kemikáliát nem használok. Viszont most a füvel, mint a sok-sok látogatótól, és a párásabb, esősebb időtől sérült így mechanikailag, ugye nagyon össze lett taposva, saras volt, illetve hogy így összetaposodott, összefilcesedett, sajnos begombásodott. Ez évek óta nem fordult elő, úgyhogy most gyorsan megpróbálom helyrehozni, és azért hoztam elő a kis aksis permetezőmet, mert algát és huminsavat fogok rájuk a fűre kipermetezni. Ugye ez teljesen természetes anyagok, ez nem műtrágya, nem permetszer, ilyen sejtfelerősítő, talajélet élénkítő, a auxin, a hormonok, növekedési hormon beindítója, tehát így remélem, hogy majd ettől megerősödik a fű is helyre jön. Úgyhogy most ezt fogom 2%-os sűrűségi oldatba elkészíteni, és ezt permetezem ki. Úgyhogy a kis aksis permetezőbe ezt beleteszem, 10 liter vízbe 2 deci algát, 2 deci húvinsavat, és ezzel fújom be a fülemet. Ugye kell egy aksis permetező, bár én nem permetezek, de ugye ilyenkor ez nagyon jó szolgálatot tesz, hogy nem kell pumpálgatni, és az alga egy ilyen sűrű zöld löty, és ebből 2 decit kell beletenni. Hát ezt most látjátok, ilyen érzésre teszem, ez 1 literes, és már egyet egyébként itt kifújtam a fűre, és akkor lehet érezni, hogy na most akkor ez nagyjából 2 deci, de ha most 2,5 megy, akkor sincs semmi, ez a jó ezekben a természetes anyagokban, de ne öntjünk 1 litert, mert attól nem lesz jobb, csak azért elpazarolódik az alga, úgyhogy 2 decit ebből beleöntöttem, és jöhet a 2 deci huminsav is bele. Huminsavat így érzéssel, és 2 decit azért is lehet érezni, hogy mennyi. Csakval ennyi, de hát ebből is a vérnek kicsit több megy, attól nem lesz gond. Egyébként így messziről viszonylag még azt mondom, hogy jónak tűnik a fű, de azért látszanak ezek a sárgás-barnás foltok, úgyhogy ezek a gomba és a taposás, a befüledésnek a jelei. Úgyhogy most akkor kapja az algás permetezést, a huminsavas permetezést, és van egy Évától kaptam még egy teljesen ilyen természetes baktérium készítményt, ami a lebomlott, a leszórodott nyesedék lebomlását gyorsítja, úgyhogy még ezután azt is kifújom, és ezt aztán várunk. Remélem, hogy helyre jön. Hát most folyamatosak a látogatások, kiderül, de még eddig, mikor előfordult ilyesmi, mindig sikerült ilyen biomódszerekkel helyrehozni, most is remélem, hogy így lesz. Az aksis permetezőt pedig azért szeretem, hiszen nem kell pumpálgatni, csak van egy kis gomb, halljuk, hogy feltölti a rendszer, tud már porlasztani, és indulhat. És szépen jó vastagon befújom bele a füvet, hát bátran, akár egy helyen többször is végig lehet menni. Hát és az a jó, ha megy egy kicsit a növényekre, azoknak is csak jót teszünk vele. Úgyhogy bárha lehet, csak az a lényeg, hogy ne tűző napon, ne a nagy melegben, hanem ilyen korra reggel, vagy kicsit később este permetezzétek, tehát ne a 30 fokos melegben, 15 és 25 fok között a legideálisabb.